Ayaz Gyazov tatár író Imádkozzunk című művének magyar nyelvre fordításában való közreműködésért kapott elismerést Galgóci Árpád műfordító, a Tatárföldi Köztársaság államtanácsának elnökétől. A könyv magyar változatát és előszavát hatalmas siker övezte, a tatár író hozzá tartozói pedig azóta is családtagként várják otthonukba Galgóci Árpádot. Ayaz Gyazov tatár író gulágban töltött éveiről számol be Imádkozzunk című művében. Galgóci Árpád az író sorstársa, egy személyes hangvételű, megható előszóban emlékszik vissza és búcsúzik el barátjától. A tatáríró hozzátartozói, hálájuk és elismerésük jeléül meghívták Galgóci Árpádot egy kazányi látogatásra, amely találkozást követően a Kazányi Egyetem docense átadta Galgóci Árpádnak az Imádkozzunk című mű orosz nyelvre fordított változatát. Itthon merült fel a gondolat a feleségem részéről, hogy mi lenne, ha ezt a könyvet magyarra fordítatnánk. Hamarosan kerítettünk rá pénzt, egy dr. Kovács Emőke nevű hölgy, aki a kormány mellett működő Gulág Emlékbizottságnak az egyik vezetője, szerzett a könyvre két napon belül 5 millió forintot. Én pedig összehívtam azokat a korábbi ismerőseimet, akik az én köteteimet annak idején gondozták, és elmondtam nekik, hogy mi a helyzet, mit kéne megcsinálni, de van egy nagyon kemény feltétel, ez november közepén történt, van egy nagyon kemény feltétel, a könyvnek az utolsó Gulág emléknapra, tehát február 21-ére el kell készülnie. Ez azt jelenti, hogy 3 szűk hónap. És a grafikus barátom azt mondta, hogy Árpád, ezt a világon sehol nem tudják ennyi időt megcsinálni, itt se, de mi megcsináljuk. Galgóci Árpádot azóta Tatárföldön egy nemzet ismerte és szerette meg, az ő és kollégái munkáját már több formában elismerték. A Tatárstán Köztársaság államtanácsának elnöke egy díszoklevélben így fogalmaz, az önműfordítói tehetsége és kivételes szakmai tudása lehetővé tette, hogy az orosz klasszikusok művei magyarul is megszólalhassanak, visszhangra találjanak a magyar irodalom kedvelők lelkében. Ayaz Gyazov tatáríró Imádkozzunk című regénye lefordításának mesteri megszervezésével ön a tatárirodalommal is megismertette honfitársait. Galgóci Árpád Ayaz Gyazov hozzátartozóival is szoros kapcsolatot ápol, családtagként várják látogatását minden évben. Az egyik éppen úgy hozzám simult, így átölelt. Én furcsán éreztem magam, úgy látszik, meglátta a legidősebb testvér, mert Árpád, ne haragudj rájuk, imádnak, apjuk helyett apjuk vagy. Hát, hadd nem mondjam meg, hogy mit jelent. Ez egy óriási nagy dolog, és nekem főleg az a nagyon-nagyon értékes és nagyon, hogy mondjam, számottevő eredménye az egész kapcsolatnak, hogy a magyarokat megszerették a tatárok. Azok a tatárok, akik annak én, hát ugye elég sok bajt okoztak, mert a mongolok ránk hajtották őket. Ezt is megbeszéltük. Megérték, hogy soha többet. Galgóci Árpád elmondta továbbá, hálát érez, hogy a gulágban töltött évek alatt műfordító munkássága mentén egy szakmát kapott a sorstól, és az orosz irodalom számára kedves verseit, gyöngyszemeit továbbra is nagy műgonddal fordítja magyar nyelvre szabad idejében.